Fegyverropogás és csatazaj fogadta mindazokat, akik május utolsó szombatján a digitális erőmű és a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark közelében jártak. A Magyar Honvédség különféle járművekkel, harckocsival és a munkájuk során használt eszközökkel települt ki a harmadik Hétvölgy Fesztiválra, ahol harcászati bemutatót is tartottak. Betekintést engedtek abba, hogyan lépnek fel egy támadó terrorista csoporttal szemben. A gyerekek még órákkal később is a kilőtt vaktöltények hüvelyeit gyűjtögették a fűből. A katonák aztán helyi zenekaroknak adták át a terepet. Elsőként a fiatalokból álló The Colors lépett színpadra. Nem csak olyan ismert együttesek dalait dolgozták fel, mint a Margaret Island vagy a Quimby, hanem saját szerzeményeiket is előadták. Kicsivel később aztán már egy keményebb műfaj szerelmeseinek szólt a zene. A szintén Ózdén nagyanyám blúza a magyar blues és rock történelem klasszikusait idézte meg. Olyan legendás zenészek és együttesek nótáit játszották, mint Deák Bill Gyula, a Hobo Blues Band, vagy éppen a P-Mobil. Kora estére megérkezett a fesztivál egyik sztár fellépője, a nemzetközi szinten is ismert és külföldön is gyakran koncertező Bohemian Betyársz. A 2009-ben alakult, miskolci gyökerekkel rendelkező együttes éppen egy spanyolországi turné előtt érkezett városunkba. A zenekar igen sokszínű stílusa vegyíti a punk, a ska, valamint a magyar és balkáni népzenék jellemzőit. Jól megfér náluk a dob és a gitár mellett a hegedű és a trombita is. Sokan csak miattuk váltottak jegyet, és önfeledten tombolták végig a lendületes, energikus fellépést. Bohemian Betyársz, csak Danika miatt, egy osztályba jártunk, nagyon love, nagyon jó dobol, nagyon ügyes, meg amúgy a Valhallóra is kinézünk, de attól féltünk, hogy nem lesz vele a zenekar, nem lesznek hangszerek, meg minden úgy nem ér semmit, viszont így fain lesz. Akkor
nem egyszerű meghatározni a zenétek műfaját, elég sok elemből, elég sok stílusból tevődik össze. Hogyan alakult ez ki, kinek az ötlete volt az, hogy ilyet játszatok? Hát ezt nem találtuk ki, vagy ez így nem volt meghatározva az elején, hogy milyen zenét szeretnénk játszani, igazság szerint alakult így a saját egyéniségünkkel az a zenés stílusunk. Még úgy érzem, hogy most sem teljesedtünk ki, vagy most sem van meg egy cél, van, amire szeretnénk menni, de hogy az út az micsoda. Igazság szerint a magyar és balkáni, meg kárpát-medencei népzenét szeretnénk egy új köntösbe tenni, és olyan stílusokkal keverni, ahol amiket mi szeretünk, meg amik beleférnek. Mondhatjuk azt tehát, hogy mindenki mást hozott ebbe a zenekarba? Hát szerintem abszolút. Ja, persze, emellett mind ez a jó benne, hogy mindenkinek van egy közös pont, meg vannak közös zenekarok, akiket szeretünk, de mondjuk ilyen téren én szerintem teljesen kilógok. Tehát, hogy én így az érkezésem előtt jazz konziba jártam, nem is nagyon hallgattam ilyen zenéket, csak így nagyon elvétve. Aztán ugye ilyen 3,5 évvel ezelőtt, hogy bekerültem, így tök jól sikerült ráhangolódni a dologra, meg szerintem mindenki hozzáteszi a sajátját. Van egy közös vonal, de egyébként elég különbözőek így a, nem tudom én, zenekarok, akiket szeretünk, valaki elborultabb, valaki visszafogottabb, stb. És te Ózdi vagy, ugye? Hogyan kerültél a Bohemian Betyárszhoz? Mert 2 percben és 3 órában hát, is. Ez egyébként egy elég bonyolult sztori. Nagyon tömören annyi, hogy volt egy dobos tehetségkutató, ahol a főszervező a zenekarnak a volt dobosa, a Fellegi Kristóf, és egy barátzenekar, a Run Over Dogs dobosa voltak, és itt én egy 4 évvel ezelőtt részt vettem, és amikor dobost kerestek, akkor ők ajánlottak. Engem elmentem egy meghallgatásra 2014 decemberében, és 2015 márciusa óta játszok velük. A zenekar 2009-ben alakult, tehát lassan 10 éves lesz. Nem lehet azt mondani, hogy gyerekcipőben jártok. Mennyire népszerű itthon ma ez a műfaj, amit ti képviseltek? Hát ez egy réteg zene, tehát hogy ez sosem lesz azért annyira népszerű, hogy mindenki számára befogadható meg. De mi próbálunk úgy nyitni különböző közönségek felé, hogy például írunk egy olyan számot, ami inkább rádiós, mondjuk a Csavargó című számunk az előző lemezről, az inkább egy ilyen letisztultabb, egy egyszerű, lassabb melódia. De persze, mivel punkok vagyunk, ezért kellenek azok a számok is, ami pont az energiát, a pörgősséget, vagy pont a meglepetés erejével akarhatni, de az meg ugye nem fog tetszeni mindenkinek. Tehát mi egy lavírozunk, igazság szerint próbálunk különböző számokkal különböző embereket elérni, de valószínűleg mi mindig is egy réteg zene leszünk. Nekem is volt, kit szerettem, kezét mégis elengedtem, most már hiába keresem. Már eső van, szél a hideg ráz, de szívemben nagyon hallg, ezt hallod, honnan elbeszél, mire holnapra be, gondolom még rá. Szárnya szögett, elveszett madár, hogy visszatalál. Szállé neked társa nélkül, örömből bánat lesz végül. Megint egyedül kell folytatnom az én utam, mire hisz lesz, azt nem tudtam. Elmúlik el baj, mint a nyár, örökké így lesz talán. Hol a babám, gondolom még rám. Közelődtem, friss nőgöttem, nélkül
már más azt megszerette, ha meg is találnám, de hiába már, legalább azt megláthatnám, hogy abban már gondol. Zenéltek külföldön is, melyik országokba hívnak titeket a leggyakrabban, és hol szerettek a legjobban fellépni? Hát ez talán már a zenekar kezdete óta, azt hiszem ilyen 2012 óta már járunk Spanyolországba, évi egy-két-három alkalommal, több turnénk is volt, és ott nagyon szeretnek is minket, már Madridban egy kialakult közönségünk van, nagyon, nagyon jó ott a hangulat, most is megyünk pont jövő héten egyébként egy hát egy 10 napos turnéra. És hát a spanyoloknak megvan a maga stílusa, ott így a koncertek éjfélkor kezdődnek, és hajnal 6-kor van végük, tehát ugye, hogy nagyon meleg van. És azért mi is például most jövő héten 3:30-tól fogunk játszani hajnalba, aminek megvan a maga hangulata, de nagyon szeretjük egyébként tényleg az ottani élményeket, meg a fesztiválokat. Miskolcról indultatok, mennyire maradt meg ez a borsodi gyökér? Mennyiben más itthon, hazai közönség előtt játszani? Az nem mondható el konkrétan, hogy mindenki Miskolc, de Muhari Krisztiánon a trombitásunkon kívül egyébként mindenki Borsod megyei, vagyis hát leszámítva Szűcs Leventét, aki egyébként Budapesten született, de kiskora óta Miskolcon lakik. Meg hát nagyon szeretünk Borsod megyében játszani, Miskolcon is mindig nagyon jó koncertek vannak, Ózdon meg hát 6 éve volt a zenekar, egyszer volt eddig a zenekar Ózdon, úgyhogy szerintem ez most egy ilyen tök jó dolog, tehát hogy én nagyon örülök, nem játszottam még velük soha itthon, úgyhogy... Akkor neked ez egy igazán különleges élmény lesz. Mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető legjobb formánkat hozzuk. A bohém és a betyár kifejezés is mind a kettő olyan, ami azért leírja valamelyest a zenéteket, meg azt, hogy a színpadon mit műveltek, milyen hangulatot tudtok teremteni. A magánéletben, vagy hogyha nem is a magánéletben, de a színpadon kívül hogyan jelenik meg ez a bohémség, illetve a betyárság? Hát szerintem nagyon nagy százalékban magunkat adjuk egyébként a színpadon, persze egy kicsit azért más egy színpadról, vagy színpadon állni, és úgy látni a világot, de alapvetőleg önmagunk vagyunk, és nagyon szeretjük a bohém életutat, tehát hogy például végig utca zenéltük többször Európát, meg ez az állandó vándorlás, megyünk a kocsiba, ott kiteregetjük a ruháinkat, tehát hogy ez teljesen bennünk van. A betyárság az ugye ez a kis, nem tudom, társadalomban kívülálló, tényleg egy kicsit így lázadunk, próbáljuk így felhívni a figyelmet a problémákra, és ez is teljesen bennünk van, tehát hogy ez a kettősség igazság szerint a zenekarban él, és a magánéletünkben is. És ez a kettősség a munkásságotokban, akár a dalszövegekben is megjelenik? Mármint hogy értve. maga ez a bohém és a betyáros életmód. Igen, tehát például szerintem az egyik számunk, amit a legjobban szeret a közönség, ez teljes mértékben erről szól, az utcabetyár,
című szám az gyakorlatilag ezt írja le, hogy utcán zenélés, utcán alvás, nem tudom, olyan bevásárlókocsiból levés, ami így igen, eléggé jellemzi a zenekart, meg az elmúlt éveket, meg az elkövetkező éveket is valószínűleg. Ja. A Hétvölgy Fesztivál koncertjei nem csak ózdiakat vonzottak. Voltak, akik több mint 100 kilométert is utaztak, ki a saját ízlése szerint a Bohemian Betyárszért, vagy az este másik sztár együtteséért, a Well Hello-ért. Nagyon szenzációs a környezet is, meg a színpad, az egész rendezvény, hogy ki van alakítva, úgyhogy nagyon tetszik. Először vagyunk itt, Hajdúböszörményből érkeztünk, és nagyon jól érezzük magunkat. A legnagyobb érdeklődés kétség kívül Fluor és Diaz párosát övezte. Ők 2014 óta zenélnek együtt, akkor alakult a Well Hello, bár korábban már mindketten ismertek voltak a zenei életben.
A formáció a Rakpart című slágerrel vált igazán népszerűvé, egyik legfrissebb nótájuk, a Nem olyan lány pedig már 1,5 milliós megtekintés fölött jár az első számú zene megosztó portálon. 5 kilós még büszke, hatitő, kiskutya, Loki, hozod a retikül, és várod a vörös szörnyeget, de nem a szépség vagy, hanem a szörnyete. Erre már vártam, hogy elmesélj, mi van a táskádban. 3D szempill a szemtus, a botoxa meg már mosolyogni sem tudsz. Implantátumos nagysejtbe esik a néhány meredék nagysej. Ez egy kicsit vicces, a semmi, nem akarsz lenni, csak híres. Minden évben a világ szépen, ez meg példaképpen, ő nem olyan lány. Ő nem olyan lány, mint a képen a fesztiválra. Ingyen télen, nagyon mi a cserébe, ő nem olyan lány. Mindenki, nem olyan lány, sose képen. Te a beauty effektet, te még valaki majd tuti lefektet. Ha nem érted a cinket, make-upot, csak rakd fel a no make-up, make-upot. És már repít a sugadedi lambója, te félj azt a butaság tankolja. Csak elgondolkodj, úgy szebb lesz, plusz víz nélkül is megnevetsz. És tudom, hogy hiába kérném, te nem fogadsz el pénzt a végén. Tényleg köszönöm szépen, a taxi sem kell, mert hazavisz a szégyen. Minden évben a világ szépen, ezen példaképpen, de ő nem olyan lány. Mindenki, ő nem olyan lány, mint a képen a fesztiválra. Így a bélben, de vajon itt a cserébe. Ő nem olyan lány, ott haja. Nem olyan lány, sose hogy nem. Köröz a telepen a pénzem, persze, örök a szerelem. Az a fajta, másnap megbánom. Vén a tempós, inkább rendszámom. Csak életen szépíti a fogsorát. Nem a solyokban, csak ostobán. Csak két nagy nád és a tartalom szponzorál. Kúró lájkolok egy jókorát. Tehetsége, nincsen éppen, de olyan szépen látszik a fényben. S ha nem tud kinyazni az adottságból, még várja Dubájban a valóság cső. Minden évben a világ szépen, ezzel példaképpen, de ő nem olyan lát. Ő nem olyan lány, mint a képen a fesztiválra. Ingyen bérlen, olyan, mint a cserébe. Ő nem olyan lány, mindenki. Nem olyan lány, sose kérem. Hogy van? Ő nem olyan lány, mindenki. Nem olyan lány. Ahhoz késve, hogy van? Megnyomjuk a buli végén. Nem olyan lány. Ő nem olyan lány, mint a képen a fesztiválra. Innen félben, de folyunk mi a cserébe. Ő nem olyan lány, ő nem olyan lány, sose kérdele. Éveken át jártam az éjszakát, figyeltem a lányok különböző szokásait, teszteltem azokat, csak hogy hát ez a dal meg tudjon születni. Általában mindent megteszek a produkcióért. Ezt akartam mondani. Igen, szóval... hogy mindent a produkció kedvéért, ugye Tamás? Ja, de egyébként érdekes, mert most már azért sok visszajelzés érkezett, de szerintem így mondjuk 1000-ből 1, aki nem érti, hogy ez egy ironikus kis társadalomkritika. Volt olyan is, aki magára vette, hogy jaj, most miért mondta ilyet? Hát most azért, mert valaki igényes és be akar ülni egy lambóba? Hát nem azzal van a baj, hogy te be akarsz ülni a lambóba, hanem azzal van a baj, hogy csak a kis popeszedet akarod berakni, de semmit nem teszel érte azon kívül, hogy különböző szolgáltatásokat nyújtasz öreg uraknak. Nem ez az első olyan számotok, ami... Nem ez az első olyan számotok, ami társadalomkritikát fogalmaz meg erősen. Az Apuved meg is ilyen volt. Mennyire érzitek fontosnak ezt a belemenős stílust? Mennyire tartott fontosnak, Tomi? Te mind dalszövegíró. Az inkább hozzám. Hát figyelj, nem azt mondom, hogy olyan egetverően fontos, de nekem hiányozna, hogyha nem lenne. Így is már úgy voltam, hogy... Ah, de kéne már egy ilyen dal, de kéne már. Úgy, jó, szeretem a szerelmes lassú dalokat is, de hogy így kell egy ilyen, és nekem van rá igényem, tehát hogy van egy képem a társadalomról, a dolgokról, van egy véleményem, és szeretem azokat elmondani. Bocsia, szabadban megszoktam. Igen.
gondod van. Meg szerintem egy előadó nyilvánítsa ki a véleményét, és legyen, ettől lesz hiteles valaki, és mit akartam mondani, nem na, tudom. Na, ezért fontos volt a szavamba vágni. Igen, ezért megérte. Megérte, Laci, legközelebb gondold át. Jó, van, hát gondolkozom. Nem csak a szöveg, hanem a maga a klip is elég erős lett. Ez kinek az ötlete volt, és hogyan állt össze? Tiszeker Dániel rendezte a videoklipet, aki egyébként a filmünket, a Soha véget nem érős című filmet is rendezte. De nem először dolgoztunk már vele, hiszen a Senki nem véd meg. Ami pont már egy éves. Ezt akartam mondani. Pont már egy éves, és az Odaút is egy éves lett ide. Idén? Égyel meg egy kávét, Laci. Igen, szóval két dolog is egy éves lett ma, de nem is ez a lényeg, hanem hogy igen, Tiszeker Dani egy nagyon, nagyon ügyes rendező. Nagyon sok leülésünk volt vele, azért nagyjából megvolt egy koncepció arról, hogy mit szeretnénk, úgyhogy inkább azt mondom, hogy ez egy nagy közös ötletelésnek, sok-sok összeülésnek az eredménye lett, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, meg neked nagy álmom volt az is, hogy Miami-ba forgassunk, mert én megláttam azokat a helyeket, így wow. Hát meg hihetetlen, tényleg emlékszem, amikor tavaly írta a Tomi, hogy ki kell ide jönni, itt fogunk forgatni egy videoklipet. Magamban hülye vagy? Hát biztos, hogy nem. Erre megtörtént. Messze vagyunk már attól, amikor a Well Hello befutott. Ma már azért az egyik legnépszerűbb formáció vagytok itthon. Hogyan élitek ezt meg? Ez mindig olyan furcsa kérdés, hogy hogy éljük meg, mert belülről szerintem tök más. Tehát, hogy óriási élmény több ezer ember előtt fellépni. Voltak nagy pontok, inkább azt mondanám, amikor először 2000 ember, 15 ezer ember volt, vagy 45 ezer ember volt rajtunk, akkor azért úgy egymásra néztünk, hogy úristen, most valami olyan történik velünk, amiről fogalmunk sincs, vagy hogy nem is érezzük a súlyát, de közben meg azért szerintem érezzük, vagy hát igyekszünk azok maradni, amik vagyunk. Még akkor is, hogyha olyan gazdagok és híresek lettünk. Nem, ez az ilyen J-Lo-i közhely, I'm still Jenny from the Black, de hogy egyébként meg nyilván az életünk az olyan, hogy nekem például az a fura, amikor nem szürreális dolgok történnek velem, hanem ilyen simák, és így nagyon tudom élvezni, ha mondjuk nem tudom, várni kell egy 15 percet egy vonatra, vagy nem tudom, akkor így wow, de király, ja, ez ilyen, vagy egy villamos. Neked ugyanezek az élmények? Hát nézd, azt gondolom, hogy életünk legszebb pillanatait éljük meg. Nem véletlenül van itt a Karamon a Well Hello, mert azt gondolom, hogy egy iszonyat nagy mérföldkő, például az én életemben ez az egész sztori. Kiszabadultam annak idején a stúdióból, és most több ezer ember előtt léphetek fel, ami egy iszonyatos nagy élmény, meg több ezer ember skandálja a szövegeinket, vagy a Tomi szövegeit, és ezek felejthetetlen élmények. Volt egy trollkodásod a közelmúltban, ami miatt aztán a Petőfi Rádió egy ideig nem játszotta a számaitokat, aztán visszakerültetek nem is akár, hogy mondhatjuk azt, hogy megkerülhetetlenek vagytok? Hát figyelj, az biztos, hogy piacilag nem feltétlenül vagyunk mellőzhetőek, tehát azért ez nem annyira jó biznisz, hogyha a minket ledobnak. Hozzáteszem, nem gondolom úgy, hogy ne tenné meg, hogyha ahhoz van kedve a közmédia, de ahogy meg is tette, de hogy egyébként meg szerintem a végén azért az nagyon jó fejség volt, hogy volt humorérzékük, hogy azért utána bemehettem még a stúdióba kb. Azt mondani, amit akarok, úgyhogy utána sorosoztam még egy hétig a rádióban is, de hogy egyébként nagyon, nagyon durva élmény volt ez az egész, meg nagyon érdekes, meg hát furcsa látni ezt az egészet, ami történik az országgal, egy nagyon érdekes élmény, és nem is gondoltam volna, hogy ilyesmikbe fogok részt venni, amikor a történelemkönyvet lapozgattam, nem tudom, Áltiba vagy a gimibe. Valamelyikötök járt már Ózdon korábban? Most vagyunk itt először, már mint fellépni. Ja, mint Well Hello. Te már voltál. Fluorként voltál itt? Fluorként én szerintem rengetegszer, sőt én még egy akkori zenetévés műsort is forgattam itt egy diszkóban. Ez nagyon kemény volt. Gondolom emlékezetes volt. Emlékezetes. Hát az a műsor az alapvetően emlékezetes volt. Most ki lehet mondani, mert nem létezik, a Club Rotation-t forgattuk itt. Hát az vakmeleg volt. Ez nagyon durva volt. Úgyhogy ja, voltam többször. Ami mindig betesz nekem, és nagyon nehéz az ideút, meg az odaút, hogy ez a kanyargós hegyi dolog, ez azért néha úgy. Igen, főleg, amikor az ember már éjszaka kicsit úgy betütőzik, akkor ó. Pláne, hogy most elkezdtünk útközben is melózgatni, és azért a laptopot így nehéz olvasgatni, meg nehéz igen, videót vágni például, igen, vagy nekem zenét írni. Én hívtam anyut a Dedalonért, vigyázz. Ja. Igen, úgyhogy, de amúgy, yeah. Meg most nem is tudtam erről a helyről, úgyhogy most jól megnézzük ezt a filmtörténeti múzeumot mindenképp. Jó,
lesz hashtag swag, ezt üzenem az összes részesnek. Minden nap elnök, de nem van. Még van nálam dollár, meg euró. Ha, vissza mi a jöpi? Na megmutatom neked ezt, ki a jöpi. Élére vasalt a nadrág, a fogkövet betiszta, rossz kiborgattál. A nyaklánc a fejemet úszta le. Hát rajtad meg mi ez a gúnya te? Felgabom a pucsit, a gúcsit, a ból is pucsit. Ha bejön ez a pucs, ő? Enyém lenném kilátó. Micsoda? Hogy?